A feltámadás ünneplése nagyszombat éjjel húsvét vigíliáján kezdődik el, miután a napot még Krisztus halála fölötti gyászban tölti az egyház. A nap elnevezése több nyelven is erre a kettősségre utal. Az anglikánok húsvétestének vagy csendes szombatnak, a Fülöp-szigeteken fekete szombatnak vagy dicsőség szombatjának, Csehországban fehér szombatnak nevezik ezt a napot. Magyar elnevezése a nagy hétre utal. A vigília szertartása visszamutat a IV. Századra. Már akkor szerepelt a szertartás négy részének lényege. A fény liturgiája, a szó liturgiája, a víz liturgiája, a kenyér és bor liturgiája, az eukarisztia. Az ünnep a tűzszenteléssel kezdődik. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünnepeljük. Ezt követi a kereszt visszentelés. A megszentelt tűzből vett gyertyalángot a szertartásban továbbadják a hívek, így a sötétség fölött győzelmet arat a fény. Majd megszólal a húsvéti örömének. Hét olvasmány végigvezet minket az úton, ahogy Isten újra és újra szövetségre lépett az emberrel. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. A dicsőség elhangzásakor felgyulladnak a fények, és megszólalnak a harangok és az összes csengő, amely a templomokban található. A 12 egyetemes könyörgésben minden emberért, a világ vezetőiért, valamint a papságért könyörgünk. A keresztség szentségének kiszolgáltatása húsvét éjjelén már az ősegyház gyakorlata is volt. A húsvéti vigília koronája az ünnepi eukarisztia. Az áldozás után a pap és a hívek körmenetben viszik az oltári szentséget a templomon kívül az utcákra, terekre, hogy a feltámadás öröme azokat is elérje, akik nem jönnek el a templomba. Szombat este Rómában, a Szent Péter Bazilikában Ukrajnából érkezett delegáció is részt vett a húsvéti vigília szertartáson, amelyet a Szent Atya jelenlétében Giovanni Battista Re bíboros vezetett. Az ünnepi szentmise keretében 7 különböző nemzetiségű felnőtt részesült keresztény beavató szentségekben. Ferenc pápa a feltámadás hírét megvívő asszonyok példájával arra biztatott, hogy mi is vigyük Jézus örömhírét az embereknek. Az asszonyok úgy találták a sírt, hogy a kő el volt hengerítve. Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. A húsvét tehát azzal kezdődik, mondta a Szent Atya, hogy felborítja az elképzeléseinket. Meglepő remény ajándékával érkezik, de nem könnyű azt elfogadni. Arra szólított Ferenc pápa, hogy emeljük fel tekintetünket, távolítsuk el szemünkről a keserűség és a szomorúság fájtlát, nyíljunk meg Isten reménye előtt. Halljuk meg, amit az asszonyok hallottak a két fénylőruhás férfitól. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Következő gondolatával a Szent Atya arra figyelmeztetett, hogy nem ünnepelhetjük a húsvétot, ha továbbra is a halálban maradunk, ha a múlt fogjai maradunk, ha az életben nincs bátorságunk megengedni, hogy Isten, aki mindent megbocsát, megbocsásson nekünk, ha nincs bátorságunk ahhoz, hogy változtassunk, hogy szakítsunk a rossz cselekedetekkel, hogy Jézus és az ő szeretete mellett döntsünk. Ha a hitet továbbra is egy amuletre szűkítjük, és Istent a letűnt idők szép emlékévé tesszük, ahelyett, hogy ma találkoznánk vele, mint élő Istennel, aki át akar alakítani bennünket és a világot. Az a kereszténység, amely az Urat a múlt emlékei között keresi, és a megszokás sírjába zárja, húsvét nélküli kereszténység. De az Úr feltámadt. Ne időzzünk a sírok körül, hanem menjünk és fedezzük fel őt, az élőt. És ne féljünk őt keresni testvéreink arcán sem, akik sírnak és szenvednek. Isten ott van. Harmadik gondolatában Ferenc pápa a feltámadás örömének továbbadására buzdított. A húsvét nem azért történik, hogy bizalmasan megvigasztalja azokat, akik Jézus halálát gyászolják, hanem azért, hogy megnyissa szívünket Isten gonoszság és halál feletti győzelmének rendkívüli hirdetésére. Az asszonyok nem törődtek a hírnevükkel, az imázsuk védelmével. Nem méricskélik érzéseiket, nem számolgatják a szavaikat, csak a tűz lobogott a szívükben, hogy megvigyék a hírt, az Úr feltámadt. Engedjük, hogy feltámadjon Jézus az élő sírokból, amelyekbe bezártuk, szólított fel a Szent Atya. Szabadítsuk ki őt a formaságok közül, amelyek közé gyakran bebörtönöztük. Rázzuk fel a nyugodt élet álmából, amelybe olykor elringattuk, hogy többé ne zavarjon és ne fárasszon bennünket. Vigyük be mindennapi életünkbe a béke gesztusaival, a mai háborús borzalmaktól sújtott időkben.
a megbékélés cselekedeteivel, a megromlott kapcsolatokban és a rászorulók iránti együttérzés tetteivel, az igazságosság cselekedeteivel, főként pedig a szeretet és a testvériség tetteivel. Jézussal, a feltámadottal nincs örökké tartó éjszaka, és még a legsűrűbb sötétségben is felragyog a hajnalcsillag, mondta Ferenc pápa, majd a jelenlévő ukrajnai delegációhoz, a főpolgármesterhez és a parlamenti képviselőkhöz fordulva imáiról biztosította őket, és anyanyelvükön Krisztus voskrész, Krisztus feltámadt köszöntéssel zárta ünnepi szentbeszédét húsvéti vigiliáján a Szent Atya. Kalocsán Bábel Balázs püspök celebrálta az ünnepi vigília szertartást. Beszédében kiemelte, az üdv történet legnagyobb csodája Jézus Krisztus feltámadása, amin csak álmélkodni tudunk. A dogmatika megpróbálja értelmezni és magyarázni, hogyan lehet föltámadottá válni. Mit jelent Krisztus föltámadott teste? A keresztény spiritualitás pedig annak a kihatását próbálja feltárni, milyen hatása van Krisztus feltámadásának a mai életünkre. Hiszen személyesen érint bennünket Jézus feltámadása. A gyertyalángról is azt énekeljük, az égi tűzről Isten dicsőségére gyulladó húsvéti gyertya. A tűz végig kíséri az emberiség életét, amikor tüzes fákja jelezte, hogy Isten elfogadta Ábrahám áldozatát, amikor Mózesnek megjelent az égő csipkebokorban, amikor Izaiásnak az oltáról hoztak tüzet, hogy megtisztítsák a nyelvét, amikor Illés prófétát tüzes szekér ragadta el Isten világába. Az ószövetségi áldozati oltáron mindig tűz égett, ma az örök mécses emlékeztet erre. Az örökké égő mécses a készenlétet jelenti, ahogy az okos és balga szűzek története is erre utal. Keresztelő János úgy mutatta be Jézust, mint aki tüzet fog hozni. És maga Jézus is mondja, tüzet hoztam a földre, alig várom, hogy földgyulladjon. És arról is beszél, hogy ő a világ világossága, és nekünk is őt követve a világosság fiainak kell lennünk. Majd így folytatta. És ezt a gondolatsort oly szépen kifejezi a húsvéti gyertya, amely tele van jelképekkel. Jézus Krisztus szimbóluma, aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég, övé a dicsősége, hatalom örökkön örökké. Szent sebei mutatják emberi természetét, a tömjén például, a tömjén szemek, de a láng isteni természetét mutatja. Viasza, csonkig ég, a gyertya egyszerre világít, melegít, és csonkig ég. Krisztus tanításával világított, szeretetével melegített, áldozatával csonkig égett. Ezért is behozva, az oltár felé közeledve háromszor is énekeltük Krisztus világossága, Lumen Christi, Krisztus világossága. Legyünk mi is Krisztus világosságában, és éljünk benne. A fény a sötétben világít, mondta Bábel Balázs püspök. A butasághoz, a tudatlansághoz kötjük, de van ennél sokkal nagyobb sötétség is. A bűnnek és a halálnak a sötétsége. Benne van a halál, és benne van a végzet, ha nincs feltámadás. A sötétséggel szemben van Krisztus világossága, amely legyőzte a halált, és legyőzte a bűnt. Majd így zárta beszédét. Köszönjük neked, Krisztus, hogy világosságot gyújtottál. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Legyen hála ezért Istennek.